tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. A mai beszélgetést apropója az, hogy az Európai Bizottság egy olyan törvényt készít elő, amelyben a készpénz használatát és az internetes különféle pénznemek használatát törvényellenessé teszi. Ez annyit jelent, hogy innentől kezdve nem lesz készpénz. Ez sok problémát mond maga után. Az egyik probléma az, hogy amennyiben csak digitális pénzzel rendelkezünk, ami a bankszámlánkon van, egy központi bankból, akkor ez teljesen ellenőrizhetővé válik, és abban, hogy a számítógépen hogyan programozzák be a mi lehetőségeinket, ennek a készpénznek a használatát korlátozhatják. Például, hogyha én cukorbeteg vagyok, és elmegyek vásárolni a közérbe, és egy cukros édességet szeretnék venni, akkor a gép kiírhatja, hogy én erre pénzt nem költhetek, mert ez nekem egészségtelen. Vagy elmennék nyaralni, és azt mondják, hogy nem viselkedtem jól az elmúlt hónapban, mert kétszer átmentem a piroson, úgyhogy ez alkalommal nem vehetek repülő vagy vonatjegyet. Tehát azzal, hogy ők döntik el, hogy az én pénzemet mire költhetem, ha digitális és központi ellenőrzés alatt áll. Ez mindenféle más rendszer is össze lehet kapcsolni. De az alapvető probléma, hogyha nincs készpénz, és el akarunk menni kirándulni egy faluba, egy büfébe, hogy kimegyünk a termelői piacra, és szeretnénk valami készpénzért vásárolni, vagy borovalót szeretnénk adni a fodrásznak, vagy az étterembe, vagy egy presszóba, akkor ezt nem tehetjük meg. Az unokáknak szeretnénk adni egy kis zseppénzt, úgyhogy esetleg a szülők ne tudjanak róla, ezt se tehetjük meg, mert nem lesz megengedve a készpénz használat. Gondoljuk el a napunkat, hogy hogyan költjük a pénzt, hányszor használunk egy nap készpénzt, filléres dolgokra, például, hogy egy kiflit szeretnénk venni, vagy egy villamos jegyet, bár a fiatalok most már mindent a telefonunkkal átutalással és az interneten keresztül tesznek, de ez mégsem egészséges. A készpénz korlátozása az emberi szabadságjogok korlátozása. Ha valakinek otthon esetleg megtakarított pénze van, ami nincs betéve az OTP-be, vagy valami más nemzet valutájával rendelkezik, ez is teljesen törvényellenes és büntetedő cselekménynek fog számítani. Úgyhogy én úgy gondolom, és azt javaslom az embereknek, hogy minden fizetés vagy nyugdíj alkalmából menjenek el egyszer a bankba. Vegyék fel a készpénzt, fizessék ki utána azt a kis összeget, amit ezért fizetni kell. Mindegy, hogy milyen formában használjuk a pénzünket, így is úgy is megadóztatják. És akkor ebben a készpénzzel szabadon dönthetünk, hogy a pénzünket mire, mikor és hogyan használjuk. Ha ez a szabadságunk megmarad, akkor a szabadságunknak egy nagy mértékét, mennyiségét meg tudtuk őrizni. Meg kell tanulni nemet mondani, amit az emberek nem tudnak, mindenben beleegyeznek. Erre azt a példát szokták mondani, hogy ha a békát együtt melegítik a vízzel, akkor amikor fölfog a víz, a béka megfél benne. Hogyha forró vízbe akarják a békát beletenni, az abban kiugrik belőle, vagy egyáltalán nem is ugrik bele. Mi most abban az állapotban vagyunk, hogy a szabadságjogainkat, a pénzhasználati jogunkat, mindent apránként próbálnak elvenni, lépésről lépésre, tehát úgy élünk tulajdonképpen, mint a vízbeteg béka, akiatt megjutották a lángot, és kezd a víz melegedni, és kíváncsiak, hogy ezt arra, hogy ezt meddig tudjuk elviselni. Én úgy gondolom, hogy a készpénz használata az alapvető emberi jog. A pénznek az a szerepe, hogy az ember cseréértékként használja, tudja ajándékként adni, tudjon belőle embereket fizetni, ha neki valami szívességet tettek, vagy vásároltak valamit. És ennek a jogát elvenni az emberektől nem szabad.